18. Két órával később Gideon kivágta a két hálószoba közti ajtót, és harcra készen becsörtetett a feleségéhez. Herriet párnákkal felpolcolva ült az ágyban. Többé-kevésbé számított erre az összecsapásra. Tudta, hogy Gideon vaskézzel fegyelmezte magát, mióta hazajöttek, és a várakozó szülőket ott lelték a könyvtárban. Előzékenyen viselkedett velük, még össze is foglalta röviden az eseményeket, amelyek láthatólag meghökkentették hardcastle és feleségét. Herriettel viszont egyáltalán nem volt előzékeny, ami rettentően idegesített is mindenkit, kivéve Herrietet. Gideon megmarkolta a faragott ágylábat. A fény élesen megvilágította a kidagadó vállizmait. Fenyegetően komorlott az árnyékban, és villogott a szeme. Nem vagyok megelégedve magával, asszonyom, mondta sötéten. Azt látom, Milord, hogy merészeli meghívni ide a szüleimet? El voltam keseredve, maga párbaj tervezgetve csatangolt Londonban, és nem akart rám hallgatni. Módot kellett találnom, hogy megfékezzem magát. Mindet a kezemben tartottam, tombolt Gideon. Elengedte az ágylábat, és közelebb jött. Mindent, kivéve persze magát. Ördög és pokol asszony, állítólag a férfi a házura. Ebben a házban maga az úr, többnyire. Harriet megpróbálkozott egy békítő mosolyjal. De most fölmerült néhány dolog, amely erélyes fellépést követelt tőlem. Már megint önfejű kedvében volt, és nem akart rám hallgatni. A Morland ügy rám tartozott. Rám is, Gideon. Miattam hívta ki? Az mellékes. Nem, nem mellékes. Fogta el Harriet a karjával felhúzott térdét. Rám is ugyanúgy tartozott, mint magára. Miért olyan dühös? Maga tudja, hogy miért. Azért, mert nem beszélt velem, mielőtt ide citálta a szüleimet. Mondta nyersen Gideon. Nem akarom őket itt látni. Amennyiben nem vette volna észre, alig beszélünk egymással. El sem tudom képzelni, mit vélt elérni azzal, hogy ide csődítette őket. Törődnek magával, és tudtam, hogy aggódni fognak, ha megtudják, hogy egy párbajban akarja kockáztatni az életét. Aggódnak, Ugyan már! Kizárólag az érdekli őket, hogy ha engem megölnek a párbajban, akkor magva szakad a familiának. Hogy képes ilyet mondani? Nem látta az anyja arcát ma este, mikor bementünk a könyvtárba? Nagyon nyugtalankodott maga miatt. Nagyszerű. Megengedem, hogy anyám esetleg még mindig őrizget irányomban bizonyos érzeményeket. De az apám semmi más nem akar tőlem, mint unokát, és ezért kellett neki élve. De nehogy már bebeszélje magának, hogy ezen kívül egy fikasznyit is törődik azzal, ami velem történik. Ó, Gideon, én bizonyosan tudom, hogy ez nem igaz. Herjed föltérdelt és megérintette férje karját. Az apja igenis törődik magával. Éppen csak ugyanolyan konok, és döjfős és büszke, mint maga. Ráadásul sokkal idősebb. Nyilván sokkal inkább meg van csontosodva. Én talán nem rendelkezem az ő élettapasztalataival, vágta oda Gideon, de attól én is lehetek ugyanolyan megcsontosodott. Ezt lefogadhatja. Szamáság. Maga sokkal türelmesebb és rugalmasabb, mint ő. Tényleg? Szaladt föl Gideon szemöldöke. Persze. Csak gondoljon arra, milyen sokat eltűrt tőlem. Hát igen, te Gideon. Túlságosan is sokat tűrtem el magától, asszonyom. Gideon. Én próbálok valamit bebizonyítani, Hallgasson rám. Ha megint jó viszonyban akar lenni az apjával, akkor meg kell könnyíteni a dolgát. Ő nem tudja, hogyan döntse le a falakat, amelyek az elmúlt hat évben nőttek fel maguk között. Miért én besződjek azzal, hogy jó viszonyban legyek vele? Ő fordított nekem hátat. Nem egészen Gideon. Magára bízta a jószágai igazgatását. Nem volt sok választása. Vágott vissza a férfi. Én vagyok az egyetlen megmaradt fia. Nem szakította meg magával minden kapcsolatát, folytatta Heriet. Maga elég gyakran látogatja. Jusson eszébe, hogy rohant hozzá azután az éjszaka után, amit a barlangban töltöttünk. Az apám csak akkor szokott magához parancsolni, ha azt hiszi, hogy haldoklik. Talán úgy érzi, az egészségi állapotát kell ürügyként használnia, hogy hívassa magát. Jóságos Isten! Meret rá Gideon. Hogy a pokolba jutott erre a következtetése? Logikusan közelítettem meg a tényeket. Vegye már észre, hogy az egészségi állapota nem akadályozta meg abban az apját, hogy ma éjszaka ide rohanjon segíteni. Azért jött, mert törődik azzal, ami magával történik. Gideon megmarkolta nagy mancsával a felesége vállát, és közelebb hajolt hozzá. Apám nem segíteni rohant ide ma éjszaka. Azért van itt, mert magának sikerült fölzaklatni a anyámat, és elhitetnie mindkettejükkel, hogy mindjárt kihalnak miattam a hátkászló grófok. Ez az egyetlen oka, amiért itt van. Nekem pedig elegem van ebből a hülyeségből. Nekem is. Gideon, szeretném, ha megígérné, hogy előzékeny lesz az apjával. Adjon neki esélyt, hogy áthidalhassa a kettejük közötti szakadékot. Nem akarok mai szaka többet beszélni az apámról. Azért jöttem, hogy magával beszéljek, asszonyom. Harriet várakozóan pillogott rá. Mit tudhat megbeszélni? Az ön hitvesi kötelességeit, Mostantól fogva előbb velem tanácskozik, mielőtt olyan fontos dolgokban döntene, mint például a szüleim idekültölése. Világos? Kötök magával egy üzletet, Milord, mosolygott Harriet. Megígérem, hogy tanácskozom magával, feltéve, ha maga is tanácskozik velem. Adja a szavát, hogy jövőben velem fogja megbeszélni az olyan ostobaságokat, mint Mr. Morland kihívása párbajra. Nem volt semmiféle párbaj. Mi a mennykőnek rágódik még mindig ezen? Mert ismerem magát, Gideon. Nagyon jól tudom, hogy igenis lett volna pár baj, ha Mr. Morland szégyenletes módon nem illan a kontinense. És ha rosszul alakulnak a dolgok, maga meg is halhatott volna. Az pedig nem viseltem volna el. Gideon szeme hételen fölragyogott. Mert szeret? Igen. Az az, hogy majdnem kiabált. Hányszor kell még elmondanom, hogy szeretem magát? Nagyon, de nagyon sokszor. Anya döntötte az ágyon herietet, és elterült a tetejében. Megszámlálhatatlan alkalommal. Mondogatnia kell, amíg él. Nagyon helyes, Milord. Az asszony átölelte a nyakát, és közelebb vonta magához. Szeretem önt. Mutassa meg, szólította fel Gideon. Harriet engedelmeskedett. Hat évvel ezelőtt Gideon elfelejtette, hogyan kell szeretni. Harriet azonban merte remélni, hogy kezd visszazökkenni a kerékvágásba. Másnap reggel Gideon közvetlenül a reggeli után visszavonult a könyvtárba. Egyáltalán nem volt kedve csevegni a szüleivel. Itt voltak a házban, és ő nem tehetett ellene semmit. Mégsem küldhette el őket. De úgy döntött, ha egyszer Harriet invitálta meg őket Londonba, akkor mulattassa csak őket helyet. Neki fontosabb dolgai vannak. Leült az íróasztalhoz, és átanulmányozta a gyanús személyek listáját, Fárasztó és unalmas munka volt kirostálni a meghívottak nevei közül a lehetséges tolvajokat. A szószoros értelmében tucatjával voltak nevek, amelyek minden listán szerepeltek. Ami persze nem azt jelenti, hogy mind elfogadták volna a meghívást. A társasági évadnak voltak csillagaik, akiket meghívtak minden estére, bára és kártyapartira, noha senki sem várt el tőlük, hogy máshol is megjelenjenek, mint a legelőkelőbb összejöveteleken. Gideon egyik gondja éppen az volt, hogy nem tudhatta, kik voltak azok, akik el is fogadták a meghívásokat. Törhette a fejét, mert nem tudta biztosan, ki volt igazán divatban és ki nem, kinek volt méltóságán aluli elfogadni egy meghívást, és kinek nem. Nagyon bonyolult feladat volt egy olyan embernek, aki hat évre kimaradt a társasági életből. Éppen nekiveselkedett még egyszer a hosszú lajstromnak, abban a reményben hát, ha sikerül pontosítania, amikor kinyílt az ajtó. Apja lépett be tétován és megállt. A felesége azt mondta, hogy itt találhatom meg. Óhajt valamit, uram? Beszélni szeretnék magával, ha nincs ellenére. Gideon vállat vont. Kérem, foglaljon helyet. A gróf átment a szobán és leült az íróasztal másik oldalára. Most így dolgozik? Igen, egy terven. Már néhány napja. Aha. Nagyon helyes. Hardcastle körülnézett, és egyszer-kétszer megköszörülte a torkát. Úgy látom, maga nem tudta, hogy Harriet írt az anyjának és nekem. Nem tudtam. A felesége jót akart. Komorodott el Hardcastle. Túlzott jelentőséget tulajdonított olyan eseményeknek, amelyeket teljes egészükben én irányítottam. Remélem, nem bánt vele túlságosan keményen tegnap éjszaka. Láttam, hogy bosszus. Gideon felvonta a szemöldökét. Mi ezt megbeszéltük Heriettel. Nem kell aggódnia miatta. A szárdóját uram. Mi volt ez az egész? Pár baj? Morlendel? Milyen ördög bújt magába, hogy kihívta Morlendet? Megtámadta Herietet a Humboldt Múzeumban. Heriet csak úgy tudott elmenekülni, hogy fejbe vágta egy nagy kővel. Sajnos Morlend túlélte. Így hát én kihívtam. Igazán pofon egyszerű volt az egész, csak hitve sem csinált belőle drámát. Morlend megtámadta Herietet? kérdezte megrendülten Hátkászl. De hát mi az ördögnek? Gideon az előtte fekvő sor tanulmányozta. Valószínűleg azért, mert tisztában volt vele, hogy őt nem fogja olyan könnyen elcsábítani, mint Deidrét. Kipipált egy nevet. Deidrét? Hosszú hallgatás következett. Gideon nem nézett föl. Tovább pipálgatott a lajstromban. Azt akarja mondani, hogy hat éve Morlent csábított el Deidre Rastont? kérdezte végül Hardcastle. Igen. Azt hiszem, egyszer-kétszer említettem is, hogy egy másik férfival volt viszonya, és én egy újra se nyúltam hozzá. Igen, de... De maga azt hitte, hogy én voltam az apja a gyermeknek, mondta Gideon. Emlékezetem szerint ezt is tagadtam egyszer-kétszer, de senki sem tulajdonított neki túlzott jelentőséget. Lelkész volt az apja, mondta Hardcastle, de nem védekezés volt a hangjában, csak mélységes szomorúság és a házvezetőnőnek meg az apjának azt mondta, hogy a gyerek a magái. Miért hazudott volna, ha egyszer úgy is meg akarta ölni magát? Ezen sűrűn eltöprengtem jó magam is. De idre azonban annyit összehazudodott akkoriban. Mit számított még egy hazugság? Maga tudta akkor, hogy Morland a szeretője? kérdezte Hardcastle a szemöldökét ráncolva. Ő maga mondta el az utolsó éjszakán. Később azonban, amikor már mindennek vége volt, nem lehetett bizonyítani. Mordlennek még élt a felesége, akinek szegénynek, anélkül is megvolt a maga baja. A felesége? Homályosan emlékszem rá, elég búskomor teremtés volt. Olyan kedveszeget. Gideon egy pillanatra elmerült az emlékeiben. Azt beszélték, hogy a férje kíméletlenül bánik vele. Semmi értelmét nem láttam, hogy nyilvánosan megvádoljam Deidre elcsábításával. Senki sem hitte volna el, és csak még több bánatot okozott volna Morland szomorú kis feleségének. Értem. Azt észrevettem, hogy nem mutatkoztak többé együtt, de azt hittem azért, mert Mutland is maga ellen fordult, mint az egész társaság, holott maga szakította meg a barátságot. Igen. Nehéz idők voltak ezek mindünknek, mondta Hardcastle. A fivére alig néhány hónappal azelőtt halt meg. Anyja még mindig nem épült fel a megpróbáltatásból. Maga sem, mondta hidegen Gideon. Látni lehetett, hogy nem is akarja kiheverni. Első szülöttem volt, mondta lassan az apja. Nagyon-nagyon sokáig az egyetlen fiam. Rendel születése után az anyja éveken át nem tudott foganni. Rendel volt a mindenünk, és meg volt benne minden, amit egy fiútól és egy örököstől el lehet várni. Talán sorsszerű volt, hogy ő legyen a kedvenc, még azután is, hogy maga megszületett. És az is sorsszerű volt, hogy önnek sohasem tudtam pótolni őt. Ezt világosan értésemre adta uram. Apja által tekintetét. Mondtam, hogy rettentő megrázkodtatás volt elveszíteni rendelt, azután pedig rövid idő múlva szembenézni a botrányjal, ami Deidre halálra robbantott ki. Idő kellett, hogy összeszedjük magunkat Gideon. Kétség kívül. Gideon a listát nézte. De legalább most nem ordítoztak egymással. Első alkalommal fordult elő, hogy értelmesen tudtak beszélni a múltról. Kérdezni szeretnék valamit. Hitelt adtak-e valaha is a többi szóbeszédnek? Ne legyen már szamár, komorodott el Harkasl. Természetesen egyetlen pillanatig sem hittük el, hogy bármi köze lehetne rendel halálához. Belátom, azt elhittem, hogy bestelül viselkedett Deidre Rastonnal, de sem az anyja, sem én egy percig sem tartottuk gyilkosnak. Tiszta, rezzenetlen tekintettel nézett Gideóra, aki némileg fölengedett. Örülök neki. Sohasem tudta biztosan, melyik plegykát hallották és hitték el a szülei. Annyi menne mondani járta róla hat éve, és egyik rosszabb volt, mint a másik. Mind dolgozik? kérdezte egy perc múlva Hardcastle. Gideon habozott, de azután úgy döntött, hogy elmagyarázza. Mondtam, hogy folytatom a nyomozást a barlangokat használó rablóbanda szellemi vezére után. Ha jól emlékszem, azt mondta, hogy olyas valaki lehet, aki szalonképes, és ugyanakkor érdeklik a kövületek is. Azt is mondta, hogy én is lehetnék. tehát, Hardcastle. Gideon fölnézett. Apja csúfondárosan méregette. Megnyugtatására közlöm, hogy töröltem a gyanúsítottak listájáról. Milyen meggondolásból? Abból a meggondolásból, hogy maga az utóbbi időben nem járt társaságba. Nekem olyas valaki kell, aki ide-oda jár Londonban, egyik estéről a másikra. Maga és anyám évek óta úgy élnek Hardcastle house mint a remeték. Hisz tudja, az egészségem. Mint Harriet rámutatott tegnap éjszaka, egészségi állapota nem akadályozta meg abban, hogy ide siessen Londonba, miután megkapta a levelet. Valahogy jobban érzem magam az utóbbi időben. Gideon hűvösen mosolygott. Kétségtelenül azért, mert abban reménykedik, hogy hamarosan unokája lesz. Tulajdonképpen ideje. Vontvállat hát Elég hosszú ez a maga listája, Nehéz kikövetkeztetni, melyikük ismerheti a felső barlangokat. Valahányszor kérdezősködöm a klubban, mindig kiderül, hogy megint újabb embernek szottyan kedve kövületeket gyűjteni. Fogalmam sem volt róla, hogy ennyire rajonghatnak ocska csontokért. Talán én tudok segíteni. Gyűjtőkoromban sok embert ismertem, akinek hasonló keftelései voltak. Felismerhetném a nevüket a listáján. Gideon Tétovázott, aztán megfordította a lajstromot, hogy apja is láthassa. Érdekes, mondta szórokozottan Hardcastle, miközben végighúzta ujját a listán. Azt hiszem Donellit és Jenkins kihúzhatja. Ha jól emlékszem, ritkán hagyják el Londont, és bizonyára nem mennének le olyan porfészekbe, mint Felső Bidulton. Érdeklődésük a kövületek iránt erősen korlátozott. Gideon fürkésző pillantást vetett apjára, aztán előrehajolt és kipipálta a neveket. Jól van, mondta mereven. Nincs ellenére, ha megkérdem, miért akarja annyira elkapni ezt a titokzatos embert? Amint visszamegyünk felső Bidültonba, azonnal rohanni fog a drágalátos barlangjaiba. Azt akarom, hogy semmilyen veszély ne fenyegesse ott. Csak hogy addig nem tudhatom biztonságban, amíg a rablóvezért le nem fülelték. Addig előfordulhat, hogy a feleségem a következő alkalommal nem a lopott kincsekbe botlik bele, hanem magába a latrok főnökébe. Értem. Nézett rá szúrosan hátkeszlő. Szóval azt hiszi, hogy a mestertolvaj vissza fog térni a barlangokba? Nem látom be, miért ne kísérelné meg még egyszer ugyanezt, mihelyt lecsillapodtak a kedélyek. Kétségtelenül tudja, hogy én nem tartózkodhatom mindig felső és nem zsázsálhatom a partot. És maga a terv nagyon jól működött addig, amíg Harriet véletlenül nem éppen abba a barlangba tévedve. Igen, azt hiszem, hogy megpróbálhatja még egyszer. Ez esetben legjobb, ha munkához látunk. Vonta össze a szemöldökét Hardcastle, és elolvasta a következő két nevet. Restonville-nek és Sedwick-nek akkora vagyona van, aminek láttam még maga Midas király is elsárgulna az irítségtől. Nincs el szükségük, hogy rablóbandát szervezzenek. Nagyszerű. Gideon kipipálta a két nevet. Hosszú ideig dolgoztak, fokozatosan megnyírválva a listát. A felénél tarthattak, amikor Harriet és Lady Hardcastle sétához öltözve bevitorláztak a könyvtárba. Gideon és apja udvariasan felállt. – Csak szólni akartunk, hogy vásárolni megyünk, Milord – mondta derűsen Harriet. – Édesanyja szeretné látni a legújabb divatos ruhákat. – Rettentő szükségem van egy új kalapra és némi kelmére egy-két ruhához – mondta Lady Hardcastle, és halványan rámosolygott Harrietre. Két asszony vásárlás közben ismerheti meg legjobban egymást, állapította meg Herriet. Nekünk pedig annyi közös dolgunk van, Milord. Mint például, vonta fel a szemöldökét Gideon. Hát maga? mosolygott szélesen Herriet. Lady Hardcastle pillantása aggodalmasan repdesett férje és fia közt. Látom, dolgok van. Igen, hagyta rá Hardcastle. Most nézzük át Gideon gyanúsítottjainak listáját. Miféle gyanúsítottakét? kérdezte nagy szemekkel helyet. Keresek valakit, aki megszervezhette a barlangban bujkáló rablóbandát, magyarázta Gideon. Van okon feltételezni, hogy olyan ember, akit fogadnak a legjobb helyeken, ugyanakkor pedig volt alkalma kiismerni a szirti barlangokat. Talán egy kövül egy gyűjtő? Igen, bollintott kelletlenül Gideon. Könnyen meg lehet. Micsoda ragyogó ötlet? A gyűjtők nagyon gátlástalanok lehetnek, mint ezt már említettem volt magának, Milord. Herjed szeme kigyúlt a lelkesedéstől. Talán tudnék segíteni. Sok gyűjtővel megismerkedtem itt Londonban, és van köztük egy pár némileg gyanús egyéniség. Gideon búsan mosolygott. Maga a kollégái zömét méltatlannak tartja a bizalomra. Nem hiszem, hogy tanácsai segítenének érdemben szűkíteni a listát, Mindazonáltal megadhatnák, kik a tagjai a Kövület és Régiségkutató Társaságnak. Összevethetném a listáimmal. Természetesen. Összeállítom, mi helyt megjöttünk a vásárlásból. Eddig ki szerepel a rajstromban? kérdezte a férjét Lady Harkasszl. Többen. Elég hosszú a névsor. Láthatnám? Lady Harkasszl odalibegett az asztalhoz. Herriet utána ment, és átkukkantott Anyós a válla fölött. Egek! Hogy fogják valaha is megtalálni a tettest ennyi gyanúsított között? Nem lesz könnyű, biztosította Gideon. Ha javasolhatnám, most már menjenek, asszonyom. Apámnak és nekem dolgunk van. Lady Harkesszl összeráncolt homlokkal nézte a listát. Nem látom Bryce Morland nevét. Amennyire emlékszem, a kövületek sohasem érdekelték, de bizonyára ismerte a terepet felső körül. Én fontolóra vettem a lehetőséget, hogy Morland áll a labrások mögött felelte a kérdő pillantása Gideon. Nyilván minden agány nélkül adta volna lopással fejét, de nem hiszem, hogy ő volt. Ha pedig igen, akkor nincs okunk aggodalomra. Elhagyta az országot. Igaz. Lady Hardcastle tovább vizsgálta a névsort. És Clive Raston? Őt sem látom. Szenvedélyes gyűjtő volt valamikor. Ha jól emlékszem, pillantott a férjére, magát is ő kapatta rá, kedvesem. Kínos csend Hardcastle fészkelődött. Raston a papom volt. Alig ha az a fajta, aki bandát szervez magának. Gideon dőlt és tűnődve bámult az anyjára. Először fölvettem a listára, de kihúztam, mert sok házhoz, ahol rablás fordult elő, meg se hívták. Többek között ezért húztam ki Morlandet is. Az az ember, akit én keresek, a legelőkelőbb házakhoz bejáratos, Raston és Morland nem mozogtak ilyen körökben. Az nem jelent semmit, mondta Lady Hardcastle. Amikor a legjobb házaknál van estély vagy bál, olyankor éppen csak a padláson nem hemzsegnek. Az estély akkor számít sikeresnek, ha egymás lábára hágnak az emberek. Igaz, hogy az ajtóban elvileg be kell mutatni a meghívót, de tudják, hogy van ez. Rengetegen tolonganak a főlépcsőn és a folyosókon. Valaki besúranhat. Édesanyjának igaza van, Milord, vágta rá Heriet. Ha valaki rendesen van öltözve, és úgy tesz, mintha valamelyik meghívott vendéghez tartozna, akkor könnyen beosonhat a zsúfolt bálterembe. Kivenni észre a sokadalommal, hogy egyel több vendég van. Gideon ujjaival dobolt az asztalon. Igazsága lehet. Hardcastle-ra láthatólag mély benyomást tett ez a lehetőség. Vigyen el engem az ördög, ha nem így van. Elég, ha valaki megvárja, még elég sűrű a tömeg, aztán bemegy a kert felől. Senki se fogja észrevenni. Ha ez a helyzet, mondta Gideon, akkor Reston is lehetséges jelölt, és Morland is. És még hányan az áldóját. Hát Kasszül fölemelte a kezét. Akkor is figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy a rablóbanda irányítója nagyon jól ismeri a felső barlangokat. Ez megrövidíti a listát. Gondolom, igen, Nyugodtan forduljanak Harriethez és hozzám, ha további tanácsokra lenne szükségük a nagyvilág útvesztőiben, mosolygott Lady Hardcastle, és felhúzta a kesztyűjét. Jöjjön, Harriet, mennünk kell. Nagyon szeretnék újra végig sétálni az Oxford Street-en. Volt valamikor ott egy francia masamód, aki a legbűbájosabb kalapokat készítette. Már is megyek, mondta udvariasan Harriet. Tekintete vágyakozva tapadt a Gideon előtt heverő névsorra. Láthatólag jobban érdekelte, mint a vásárlás. Ó, most jut eszembe, torpant meg egy pillanatra az ajtónál Lady Hardcastle. Ideje, hogy Harriet estét adjon. Majd én segítek megszervezni. A ma délután elküldjük a meghívókat. Ne szervezzenek semmit kett estére. Gideon várt, amíg Harriet és az anyja kimentek a könyvtárból, aztán ránézett az apjára az asztal túloldalán. Harrietnek igaza lehet, mondta lassan. Miben? Talán gyakrabban kellene megbeszélni másokkal a dolgaimat. Ma délelőtt többet sikerült megtudnom a gyanúsítottaimról, mint több nap alatt, amikor egyedül igyekeztem boldogulni. Hát, Kassel magában nevetett. Nem maga az egyetlen, aki megtanult egyetmást. Most pedig volna egy javaslatom. Mit szólna hozzá, ha ma délután benéznénk néhány klubba? Felújíthatnék néhány ismerettséget, feltehetnék pár kérdést, és meglátom, tudnám-e tovább kurtítani a listáját. Jól van mondta Gideon. Hirtelen ráébredt, hogy ma délelőtt elfogadta az apjátásnak ebben a kalandban. Szokatlan érzés volt, de nem kellemetlen. Meglepet moraj fogadta Gideont és apját a klubban. Hardcastle öreg cimborái odaból intottak, láthatólag örvendezve, hogy ennyi év után megint láthatják a régi barátot. Epülgét és Fry azonban mindenkit megelőzve csapott le apára és fiára. Ilyenek velünk egy pohár portóit, uram. Invitálta őket diadalmasan epülgét. Arra iszunk, hogy Szent Justin olyan sikeresen megfutamította Morlandet. Gondolom, hallotta már, Harkászl? Ma erről beszél az egész város. A gyáva inkább átszökött a kontinenssel, mint hogy kiálljon a fialé. Nekem is így mesélték. Meg kell mondanom, az egész másfényt vett a hat évvel ezelőtti kellemetlenségekre, jelentette kifráj. Bizalmasan közelebb hajolt a grófhoz. Lady St. Justin tisztázott egy-két momentumot, tudja. Valóban? Hát elfogadott egy pohár portoid. Ez a mostani eset Morlandel pedig többé-kevésbé bebizonyítja, hogy az akkori szóbeszédnek nem volt semmi alapja. Állapította meg Fry. St. Justin bizonyosan nem gyáva, és nem féle harcolni egy hölgy becsületért. Ráadásul bebizonyította, hogy ha kell, kész azt tenni, ami helyes. És Lady St. Justin mindvégig ezt állította. Epölgét megcsóválta a fejét. Tudja, milyen aplegyka. Fertelmes dolog. Két-három ember oldalgott oda, hogy köszöntség hátkászlőt, aztán Gideonhoz fordultak. Hallottam Mordlandről, szólt az egyik. Hát megszabadultunk tőle. Soha se bíztam túlságosan abban az alakban. A tavalyi évadban szemet vetett a lányomra. Nyilván az örökségét akarta megkaparintani. Az a buta fruska, meg még azt képzelte, hogy szerelmes bele. Nem volt könnyű lebeszélni róla. Igaz is, mondta a társa Gideonnak. Feleségem meséli, hogy ön pompás kancát vásárolt Hitvesének. Feleségem egészen megirigyelte, és most új lovat akar. Segítene kiválasztani a csütörtöki vásáron? Nem szándékoztam rétvenni az árverésen, mondta Gideon. A másik gyorsan bólintott, és elvörösödött zavarában. Értem, ne higgye, hogy utasítgatni akarom. Csak úgy gondoltam, ha történetesen arra vetődne, akkor megkérdezhetném a véleményét. Gideon észrevette, hogy apja figyelmeztetően hunyolít rá. Magától értetődik, vonta meg a vállát. Ha a csütörtökön ott lennék a lóvásárban, örömmel mutatok egy-két állatot, amelyek megfelelhetnének ő Az Az úriember felragyogott. Méltányolom a kedvességét. Nos, akkor én mennék is. Ma este találkozunk Úrszkinék báján. Feleségem azt állítja, hogy az egész világot lesz, hogy lássa önt és Lady St. Justint. Azon az estén természetesen az egész világ, de legalábbis az egész város ott volt úszkinék bártermében. És az is nyilvánvaló volt, hogy Gideonhoz és Harriethez jöttek tiszteletüket tenni. Lord és Lady St. Justin volt a bár fénypontja. Ráadásul janánt még Hackathon grófját és grófniát is termében üdvözölhette a büszke háziasszony. Efit és Adelaidet felvillanyozta, és rettentő boldoggá tette, hogy ilyen divatos házaspárral állnak rokonságban. Felicity viszont kitűnően mulatott rajta. Javában állt a bál, amikor Harkasszl egyszer csak észrevette a fiát. Egy ablaknál állt és élvezte, hogy végre egyedül lehet. Elképesztő, mennyi barátja támad hirtelennyében? Harkasszl a pesgőjét szűrcsölve figyelte a tömeget. Hát nem, úgy veszem észre, a társaság szerint lemostam a becsületemről a foltot, és mindezt az én elképesztő kis feleségemnek köszönhetem. Nem, mondta apja váratlanul indulatosan. A felesége abban segített, hogy a társaság szemében foltalanra mossa magát, de magának mindig is megvolt a becsülete, és azt sohasem szennyezte be. Gideon annyira elhűlt, hogy majdnem elejtette a pesgőjét. Megfordult, remerett az apjára, és nem tudta, mit mondjon, Köszönöm, uram, Nyögtek végül. Nincs mit köszönnie, morogta Harkasszl. Büszke vagyok rá, hogy maga a fiam. 19. Harriet a hálószobájában volt, amikor Lady Harkasszl másnap reggel bekopogtatott hozzá. Félretette az új természettudományi tanulmányt, amelyet nemrég vásárolt, és elmusajgott anyósára. Jó reggelt, Lady Hardcastle. Azt hittem, még alszik. Még csak tíz óra van, és tegnap rövid volt az éjszaka. Igen, borzasztó későn feküdtünk le. Attól tartok, hozzászoktam a vidéki életritmushoz. Idő kell, amíg visszazökenek az éjszakázásba. Lady Hardcastle odalebegett az ablak melletti székecskéhez, és pihekönnyen ráereszkedett. Beszélni szeretnék magával, ha nincs ellenére. Természetesen nincs. Nem egészen tudom, hol kezdjem mosolygott gyengéden Lédi Hardcastle. Gondolom azzal, hogy köszönetet mondok magának. Miért? pislogott Herjet. Hát természetesen azért, amit Gideon értett. És azért ugyancsak, amit értem tett és a férjemét. De hát én nem tettem semmit, tiltakozott Herjet. Sőt, én kényszerítettem önöket egy értelmetlen utazásra, amivel mérhetetlenül felbőszítettem Gideont. Hálás vagyok, hogy végre túlestünk rajta. Egy kis szerencsével hamarosan elutazhatunk Londonból, és visszatérhetünk felső Nem igazán szeretem a nagyvárosi életet. Lady Hardcastle kecsesen fölemelte a kezét. Maga nem ért engem, drágám. Sokkal fontosabb dolgokért mondok magának köszönetet, mint ez a londoni meghívás. Maga visszaadta a fiamat. Nem tudom, meghálálhatom-e valaha is. Lady Hardcastle, meretre Biztosíthatom, hogy eltúlozza a helyzetet. Nem, nem. Hat évvel ezelőtt, amikor az idősebb fiam meghalt, soha nem tapasztalt buskomorság lett úrá rajtam. Azt hitték, sohasem fogjuk kigyógyulni belőle. Hónapok teltek el. Még át is költöztünk felső birültomból hát mert az orvos azt mondta, hogy a környezetváltozás talán segít. És amikor végre kezdtem magamhoz térni, akkor tudtam meg, hogy majdnem elveszítettem a második fiamat is. A férjem egy ideig szóba sem akart állni vele, sőt, be sem engedte a házába. Mindenki azzal vádolta Gideont, hogy a legalantasabb módon viselkedett szegény Deidre Rastonnal, és ő egy idő után már nem is tiltakozott. Hátat fordított valamennyiünknek, de kihibáztathatná érte. De hiszen a férje rábízta a hátkászló birtokok igazgatását. Igen, amikor attól félt, hogy megbetegszik, magához hívatta Gideont, és mindent átadott neki. Én azt hittem, hogy ez segít majd helyrehozni a kettejük közti szakadást, de nem így történt. Ahányszor Gideon betette a lábát a házba, mindig összetűztek az apjával. Gideon nagyon kemény fejű. Akár csak az apja, mondta bánatosan Lady Harkasl. Sok szempontból nagyon hasonlítanak egymáshoz, bár ezt sohasem ismernék be. Azt is el kell mondanom, hogy amikor tegnap kettesben találtuk őket a könyvtárban, én majdnem elsírtam magam az örömtől. Hat hosszú év óta ez volt az első alkalom, amikor békésen tárgyaltak egymással. És mindez a maga érdeme. Harriet megérintette az anyósa kezét. Ez nagyon kedves öntől, Lady Hardcastle, de biztosíthatom, hogy én nagyon keveset tettem. A fiam pontosan olyan ingerlékeny és félelmetes lett, mint a fenevad, amelynek az emberek nevezték. Te jó ég, mondta Harriet. Annyira sohasem volt gonosz asszonyom. Én többnyire egészen higatnak találtam, és hozzám mindig nagyon kedves volt. Kedves? Hökkent meg Lady Hardcastle. Drága gyermekem, imádja még a földet is, amelyen maga jár. Harriet megdöbbentve bámult rá, aztán felkacagott. Ó, de patetikus! Megengedem, hogy Gideon elnéző velem szemben, de biztosíthatom, hogy nem imád. Én pedig bizonyos vagyok benne, hogy téved Harriet. Ő erélyesen csóválta a fejét. Nem, szó sincs róla. Ő maga mondta nekem, hogy elfelejtett szeretni, Azért vett feleségül, mert rendkívül becsületes, és nem volt más választása. Jó barátunk lettünk, de ennyi az egész. Maguk férj és feleség, mondta határozott a Lady Hardcastle. És én láttam, hogyan néz magára a fiam. Lemerem fogadni a Hardcastle gyémántokba, hogy maguk nem csak jó barátok, drágám. Harriet elpirult. Hát igen, megvan az az ösztönös vonzalom, ami... Gondolom természetes a házasok között. De semmi több. Lédi Hardcastle fülkészűen nézett rá. Maga szereti őt, ugye? Ennyire nyilvánvaló, fintorodott el Herriett. Hát hogy ne az Istenért? Én már akkor észrevettem, amikor először találkoztunk, és szerintem ugyanilyen tisztán látja mindenki. Úra, atyám, motyogott Herriett, pedig próbálom palástolni. Nem akarnám a nyilvánosság előtt kínos helyzetbe hozni Gideont. A társaságban köznevetség tárgya az olyan házasság, amely a legcsekélyebb mértékben is vétkes hasonló érzelmekben. Az ilyesmi nagyon divatja múlt. Lady Hardcastle fölemelkedett, és megölelte Herietet. Én nem hiszem, hogy maga kínos helyzetbe hozná Gideont. Maga hitt benne akkor, amikor senki más nem. Ő ezt sohasem fogja elfelejteni. Nagyon méltányos a maga módján, mondta szeretettel Heriet, és igazán egészen megbízható. Apám is nagyon kedvelte volna. Lady Hardcastle az ajtóhoz ment, és ott megállt egy pillanatra. Azért, ami hat éve történt, az emberek fenevadnak nevezték a fiamat. Aztán a termete és a szörnyű hely miatt rajta is ragadt a csúfnév, és tartok tőle mindent meg is tett, hogy kiérdemelje. A maga hite és bizalma azonban megváltoztatta, és ezért fogadja szívből jövő köszönetemet kibillegett a szobából, és nagyon puhán becsukta maga mögött az ajtót. Hát igen, annak is bizonyosan megvan a maga előnye, ha az ember rossz hírű, jelentette ki Adelaide Szent Justinék estén. Csak nézd ezt a tömeget! Harriet, drágám, végképp sikert arattál, mint háziasszony. Gratulálok! Így van, Harriet, nézett körül elégedetten Efi. A vendégek alig féltek el a Szent Justin házban. Óriási a tömeg. Benne lesz minden reggeli újságban. Felicity rámosolygott a nővérére. Azt hiszem, nyugodtan leszögezhetjük, hogy megszerezted a nagyvilági mást, ami ahhoz kellett, hogy ne hozz kényelmet kényelmetle helyzetbe Szent justin a nyilvánosság előtt. Senki sem mondhatja, hogy nem rátermed háziasszonyt vett veleségül. Harriet Grimm azt vágott. Nem szeretném, ha az én érdememként könyvelnétek el. Az az igazság, hogy az egészet Lady Harkasle szervezte. Én csak mérhetetlenül hálás vagyok, hogy mindenki elfogadta a meghívást. És párra még azon felül is, jegyezte meg Felicity. Senki sem bírt ellenállni. Te és Szent Justin rohammal vettétek be a társaságot. Ő, mint sokat szenvedett romantikus hős, te pedig, mint a hölgy, aki sötét módja ellenére is megszeretted őt. Tiszta rémregény! Én nem sokat értek a rémregényekhez, szólt bele Efi, de az vitathatatlan, hogy ti ketten most divatban vagytok, ez a tökéletes pillanat egy ilyen estéhez. Ez a véleménye Lady hardcastle is, mondta Harriet. Én a magam részéről boldog leszek, ha túlesünk rajta. Két nagyon ismerős, nagyon csinos ifjú jelent meg, és tartott Felicity és Rokonai felé. Itt jönnek az adoniszikrek. Ha jól tudd, a hugához, Harriet. Hát nem aranyosak? Mosolygott bájosan Felicity. Mindazonáltal akaszt, hogy mindent együtt csinálnak. Vajon meddig bírják? Kérlek, Felicity, Nézett rá szigorúan Efi. Harriet elfolytotta a nevetést, mert a két ifjú már nagyon közel járt. Megválta, amíg mindenki üdvözölte egymást, aztán elillant. Tudta, hogy nem fogják hiányolni. Az Adonis ikrek kívül semmit sem láttak a világból, neki pedig fontosabb dolgai voltak. Gideon és szülei a Zsúfolt szalon túlsó végében beszélgettek egy párral. Harriet nem ismerte őket. Nyilván Harkasszalék széles baráti köréhez tartoztak. Kezdett nagyon meleg lenni a szobában. Harriet egy ideig hevesen legyezte magát, aztán elhatározta, hogy kimegy levegőzni a kertbe. Többen barátságosan odabiccentettek neki, miközben az ajtó felé tartott. Néhány perc múlva kint állt a halban. Óvül az előételes és pesgők tálcákkal futkozó inasok népes csapatát vezényelte, és kamoramból intott Herietnek. Minden rendben, Óvül, érdeklődött Heriet. Pillanatnyilag urai vagyunk a helyzetnek, asszonyom, de többen vannak, mint vártuk. Csak reménykedhetünk, hogy nem lesz kevés a pesgő. Jaj, riadt meg Helyet. Fennáll a lehetősége? Ilyenkor mindig fennáll a katasztrófa lehetősége, asszonyom, mondta a vő. Természetesen mindent megteszek, hogy elhárítsam. Természetesen. Heriet elindult a halban a hátsó ajtó felé, de aztán másképp döntött, mert hirtelen észrevette, hogy az egyik harisnyakötője meglazult. Elhatározta, hogy felmegy a hálószobájába és megigazítja. A lépcső tetején befordult a baloldali folyosóra. Semmi kétség, a harisnyakötő kioldódott. Már lecsúszóban volt a harisnyája. Hála az égnek, hogy idejében felfedezte. Borzasztó lett volna, ha az első estéjén ott állt, bukájára fittyent harisnyában. Homlokát ráncolva állapította meg, hogy a folyosó sötétebb a szokásosnál. Valaki több gyertyát is elfújt a fali gyertyatartokban óvöl nyilván így próbál spórolni. Kinyitott a hálószobája ajtaját, de megtorpant, mert ott is sötét volt. Csak a szekreterén világított egy szágyjátja, ő biztosan nem hagyott égőgyátyát a szobában. Bosszankodva sietett oda. Vajon a komornája gyújtott világot? Ekkor pillantott meg a nyitott fiók fölé görnyedő alakot. Azonnal tudta, mi történt. Ebben a fiókban tartotta a megkövült fogat. Tolvaj! süvöltötte. Egyetlen fegyverével, a legyezőivel hadonászvarontott előre. Azonnal hagyja abba! Hogy merészel? A sötét alak felpattant, helyére lökte a fiókot, megperdült a sarkán, és szembefordult Heriettel, aki Mr. Humboldt gyűrőt vonásait ismerte fel a gyertyafényben. Ördög és pokol, sziszegte Humboldt. Az ajtó felé rugaszkodott, félrelökve Az asszony a földre tántorodott, és széttárt karral nekiesett az ágynak. Kezel beleütközött az éjjeljedénybe. Apa kapaszkodva próbált felállni. Mi az ördög történik ott? mendörögte Gideon a küszöbön. A fütyülőjét herjett. A szágoldó Mr. Humboldt ebben a pillanatban csapódott neki a küszöbön tornyosuló mozdíthatatlan akadálynak, és Gideon elkapta a nyakát. Félrelőgte az emberkét, aki nyűszörögve umlott a szőnyegre. Vegye gondjaiba, dobsz! Két hosszú lépéssel ott termett Harriet mellett, lehajolt és a karjába kapta. – Nincs semmi baja? – kérdezte nyersen. – Dehogy van? – lihegte. – Hál az égnek, hogy maga elkapta. – Azt hiszem, Gideon, hogy a fogamat akarta ellopni. – Valószínű, hogy a smukjait, Lady saint Justin. – szólalt meg dobsz az ajtóban. – Csúszó mászó kis ördögfajzat. – Hán nem egészen úgy fest, mint egy tolvaj. – Nem, mintha mindent nem lehetne megállapítani a külsejükről de ez a fickó egészen bizonyosan bűnöző. Gideon karjában Heriettel megfordult. Heriett tühösen merett Mr. Humboldtra, aki lassan ülőhelyzetbe tornázta magát a szőnyegen. Igazán, Mr. Humboldt, hogy alacsonyodhatod idáig? kérdezte Heriett. Szégyelhetné magát? Humboldt mogorván tűrte, hogy Dobbs talpra rángassa. Én csak körülnéztem és eltévedtem. De hogy akartam ellopni lédiséged ékszereit? Mit kezdenék én ékszerekkel? Ha égszerek után kutatott volna, amit kétlek, akkor nyilván el akarta volna adni őket, hogy újabb kövületeket vásárolhasson a zárókból. Szögezte le herjett. Humboldt villámló szemekkel nézett rá. Ez nem igaz. Na hát, ha tudni akarja, hallottam olyan plegykákat, hogy kegyed valami nagyon értékeset talált a felső barlangokban. Én persze nem hittem el. Évekkel ezelőtt magam is elég alaposan átkutattam azokat a barlangokat, és tudom, hogy nem maradt bennük semmi fontos. Ennek ellenére látni akartam, hogy véletlenül nem bukkant erre mégis valamire. Há, -há – tudtam én! – herjed megvetően csóválta a fejét. – Ugye? Mindig mondtam, Milord, milyen gátlástalanok a kövül egy gyűjtök? – Nézett Gideonra. – Mondta. – Gideon több rengeni látszott. – Biztosan nem történt semmi baja? – Egészen biztosan. – Most már letehet. Harriet eligazgatta a szoknyáját, miközben Gideon óvatosan lengette a padlóra. A harisnya kötő végképp kioldódott, és harisnyája lecsúszott a bokájára. Hogy tudott idejében idejönni? utasítottam Mr. Dobszot, hogy ma este tartsa szemmel a tömeget, magyarázta Gideon. Emlékezzék, meghívtuk, minden gyanúsítottam. Elhatároztam, hogy nem kockáztatok. Micsoda remek terv, mondta Harriet ragyogó mosolyal. Az volt, amíg magának eszébe nem jutott, hogy a legalkalmatlanabb pillanatban rohanjon fel a lépcsőn. Torkolta le Gideon. Ez is csak az bizonyítja, hogy tájékoztatnia kellett volna, Milord. Már épp elég szerkértem. Az ember azt hinné, hogy tanult végre. Igaza van, mondta fel a szemöldökét Gideon. Csak most jöttem rá valamire, Milord. Herjed szeme elnyílt. Mr. Humboldt nem is szerepelt a meghívottak között. Nem ám, hagyta rá Gideon. Ami azt bizonyítja, hogy anyámnak igaza volt a vendéglistákkal kapcsolatban. Ekkora tolongásnál bárki bejöhet, ha elég ügyes, és megfelelően van öltözve. Másnap a reggeliző asztalnál Mr. Humboldt lefülelése körül forgott a beszélgetés. Ez biztosítja, hogy ma az estéről beszéljen az egész város, mondta mulatva Harrietnek Lady Hardcastle. Mindenki azt fogja mondani, hogy Lord és Lady St. Justinnek már megint sikerült valami rendkívüli csemegével kedveskedni a vendégeknek. Gondoljanak bele, az estei kellős közepén elfognak egy hírhet tolvajt. Benne van minden reggeli labban, szólalt meg Hardcastle az asztal túloldalán. Épp a közepén tartott egy paksamét a újságnak. Kitűnőek a beszámolók. Azt írják, hogy humbolt a mester tolvaj, aki az utóbbi hónapok sorozatos betörései mögött állt. Saint Justin pedig a hős, akinek sikerült törbecsalnia, mondta Herriet, és lángoló csodálattal telt pillantást küldött Gideon felé. Ezt megírták a lapok? Gideon fenyegetően nézett rá az asztal végéről. Remélem, hogy nem. Ó, igen, itt van. Hardcastle letette az egyik újságot, és fölvette a másikat. Vitéz és leleményes. Ezt magára mondják, fiam. És azt is megírják, hogyan mentette meg hölgyét a rablógyilkostól. Csodálatos, kiáltott Herjet. Úgy örülök, hogy híven számoltak be a történtekről. Gideon szúrósan végigmérte. Mr. Humboldt az életét mentette, amikor belém szaladt kedvesem. És nem vettem észre, hogy bárkit megpróbált volna legyilkolni. Maga volt az, aki veszedelmesnek látszott. Soha nem felejtem el azt a látványt, amit az éjjel fülét szorongatja. Feletté ijesztő volt. Igen, mert azt hittem, hogy el akarja vinni a fogamat, magyarázta Heriet. Mr. Dobbs megállapította, hogy Humboldtnak elfogyott a pénze, amiből fenntarthatta a múzeumát, mondta Gideon. Nyilván tolvajláshoz folyamodott, hogy még több kövületet vásárolhasson. Herjed bólogatott. Egy kövületgyűjtő mindenre képes, amikor kétségbe van esve. Szegény mister Humboldt, remélem nem bánnak vele túlságosan keményen. Bizonyos mértékben meg tudom érteni indítékait. Most legalább kikezdhetetlen hírnévnek örvend, mint háziasszony. Szólt elégedetten Lady Hardcastle. A társaság mindennél jobban retteg az unalomtól, és maga újabb izgalmas szórakozást állalt nekik. Herriet már éppen felelni akart, amikor ezüst ezüstálcán hozta a reggeli postát. A legfelső levél Herrietnek szólt. Jóságoség, mondta, miközben feltörte a pecsétet. Mrs. Stontól jött. Vajon mi baj lehet? Nyilván szörnyű halált halt valaki, vagy járvány ütötte ki, felsőbilültomban, vélte ideon. Más nem igen bírhatna rá a vér satrafát, hogy tollat ragadjon. Herjed ügyet sem vetve rá, gyorsan áthutotta a rövid levelet. Ördög és pokol! sikította rémülten. Harkasl és a felesége aggódva néztek rá. Mi a baj, kedvesem? szólt Gideon a szalonna mellől. Minden! lobogtatta meg Herjed a levelet. A legborzalmasabb dolog történt. Ettől féltem. Gideon zavartanul lenyelte a szalonnáját. Talán elmondhatná, miről szól az üzenet. Harriet szólni is alig bírt a megrendüléstől. Azt írja Mrs. Stone, hogy minden oka megvan azt hinni, hogy egy idegen egy gyűjtő kezdett el kutatni a barlangjaimban. Valamelyik nap egy férfit látott a parton, és amikor legközelebb látta, egy nagy követ cipelt magával. Mutassa azt a levelet. Tette le Gideon a pirítósát. Harriet oda nyújtotta neki. Ez iszonyú. Valaki más fogja megtalálni a csontokat, amelyek a fogamhoz tartoznak. Azonnal vissza kell mennem felső bizutomba. Maga pedig, uram, üzenjen valakinek a Blackthorn kastélyba. Senki másnak nem szabad bemenni az én barlangjaimba. Gideon átfutotta a levelet. Nem gondoltam, hogy Mrs. Stone tud írni és olvasni. Két lelkésznél volt házvezetőnő. Jegyezte meg Lady Hardcastle. Nyilván ragadt rá valami az évek során. Vagy pedig túlban mondta valamelyik falusinak. Tette hozzá a gróf. Gideon az asztalra tette a levelet. Üzenetet küldök Blackthorn kastélyba, kedvesem. A kelkilebzsel is a barlangok körül figyelmeztetni fogják, hogy birtokháborítást követel. Jó lesz ez így? Harriet megrázta a fejét. Ez mind nagyon szép és jó, Milord, de nekem haladéktalanul vissza kell mennem. Magam akarok meggyőződni róla, hogy nem találta meg valaki az én állatom maradványait. Nem gondolom, hogy szükséges lenne személyesen oltalmazni a drága kövületeit, kezdte Gideon. De én gondolom, pattant fel Heriet. Felmegyek és becsomagolok. Milyen hamar tudnánk indulni, mi lord? Gideon gyilkos tekintettel mellett rá. Épp most mondtam, hogy nem szükséges visszarohanni a felső bidültomba. De igenis, hogy szükséges. Maga is láthatta, milyen gátlástalanok tudnak lenni a kövület ha valaki rátalál a barlangomra, akkor nem elég csak úgy elhessegetni onnan. Ki fogja okumlálni, hogy a lopakodjon vissza? Tudom, hogy így lesz. Hardcastle megfontottan bólintott. Ha egyszer egy gyűjtő megérzi a régi csontszagát, átkozottul nehéz visszatartani. Csak abban reménykedhetünk, hogy még nem bukkant rá herjed barlangjára. Menje hálásan nézetre. Köszönöm a megértését, uram. Látja, Szent azonnal vissza kell mennünk. Miért nem mehetnének vissza mindketten felső néhány napra, hogy utána nézzenek az ügynek? Mosolygott a fiára a Lady Hardcastle. Majd mi itt maradunk az apjával. Gideon megadóan emelte föl a kezét. Elnéző pillantást vetett az asztalon át Harrietre. Jól van, kedves, kezdjen csomagolni. Köszönöm, Gideon. Harriet már szákordott is az ajtó felé. Egy órán belül kész vagyok, a hintó kilenc óra után fordult be Blackton kastély elé, Harriet nagy bánatára, aki szeretett volna egyenes kiszaladni a széltekhez. Javasolta is, hogy menjenek oda, majd visznek magukkal lámpát. Gideon azonban könyöltelem volt. Nem fog lemenni a szétekhez, az éjszaka kellős közepén. Drágalátos ballangjai várhatnak reggelig, közölte feleségével, miközben a Tornis személyzet rohambás tette rendbe a hálószobákat és szedte le a hintóról a podgyászt. Harry egy nézett rá, amikor egymás mellett mentek fölfelé a lépcsőn. Nem tartana sokáig, Milord. Éppen csak bekukkantanék a barlangba egy-két perce, és megbizonyosodnék róla, hogy senki se nyúlt a csontjaimhoz. Gideon átnyalábolta a vállát, és egyenesen a hálószobák felé terelte. Már túl késő a futkosáshoz. Hosszú utunk volt, és maga bizonyára ki van merülve. Egyáltalán nem vagyok kimerülve, Milord. Nyugtatta meg gyorsan Harryet. De én igen. Megállt Harriet hálószobája előtt, és az asszony feje mellett a falnak támasztotta a tenyerét. És ha maga még nem fáradt, majd az lesz. Menjen ágyba, asszonyom. Reggel, ha beállt az apály, megnézheti a barlangjait. Harriet sóhajtott egy keserveset. Jól van, Milord. Tudom, hogy hálásnak kellene lennem, mert volt ilyen kedves, ilyen hamar visszahozni. Belátom, hogy magának egyáltalán nem volt sietős visszajönni felső Bidultomba. Épp ezért nagyon jól esett, Milord. De hát maga mindig olyan kedves hozzám. Gideon majdnem mondott egy cifrát. Menjen lefeküdni. Nem sokára én is jövök. Azt hittem, hogy ki van merülve, Milord. Annyira nem. Mögé nyúlt, kinyitotta a hálószoba ajtaját, és gyöngéden betaszította a feleségét. A komorna már oda bent volt. Gideon becsukta az ajtót, és elment a folyosón a saját hálószobájáig. Fülébe csengtek herjedt szavai. Maga mindig olyan kedves hozzám. Kedves? Kulta szentéssel elküldte az inast, és kezdte kigombolni az ingét. Tekintete reesett az öltöző asztal feletti tükörre. Megtépett arca gúnyosan pillantott vissza rá. Egyáltalán nem volt kedves Herriethez. Gyakorlatilag belekényszerítette a házasságba, mutogatta a városban, mint egy exotikus papagájt, és nem védte meg Bryce Morlandtől. Harriet pedig szerette, segített neki helyreállítani a jó hírét, és lehetővé tette, hogy áthidalhassa a szakadékot, amely elválasztotta a szüleitől. Nem, nem volt különösebben kedves hozzá. Herrietnek nem kellett más, mint az ő szerelme, ő pedig kijelentette, hogy nem teljesítheti a kérését. Hat évvel ezelőtt elfelejtett mindent, amit a szerelemről tudtam. Micsoda fajankó volt. Ledobta csizmáját, nadrágját, Belebújt a fekete sejemházi köntösbe, és odament az átjáró ajtóhoz. Várt, amíg Heriet el nem küldte a komornáját, aztán kopogtatott. Jöjjön be, Gideon! Heriet. Gideon nem is tudta, mit mondjon. Heriet az ágyban ült, a fehér muszlim főkötővel a haján, és könyvel a térdén. Mellette gyertya égett az asztalon. Rámosolygott belépő férjére, az ő meleg életteli mosolyával. Tessék, Milord! Egyszer azt mondtam magának, hogy maga a leggyönyörűbb nő, akit életemben láttam. Persze, hogy mondta. Nagyon kedves volt magától. Gideon egy pillanatra lehúnyta a szemét. Nem kedves mondtam. Azért mondtam, mert igaz. Ahányszor látom, mindig az jut eszembe, milyen szerencsés is vagyok. Igen? Nézett rá meglepetten Heriet, és letette a könyvet a paplanra. Igen. Gideon egyet lépett az ágy felé, és megállt. Heriet, maga fel sem foghatja, mit adott nekem. Én pedig elfogadtam az ajándékait, de nagyon keveset kínálhatok értük cserébe. Ez nem igaz, Milord. Harriet félrehajtotta a takarót, és kikecmergett az ágyból. Maga nagyon sokat adott nekem. Hozzám kötötte magát, és én tudom, hogy ezt a kötés sohasem töri meg. Jóságosan és tisztelettel bánik velem. Maga mellett gyönyörűnek érzem magamat, pedig tudom, hogy nem vagyok az. Herriet. Hogyan képes olyat mondani, hogy keveset nyújthat nekem? Nem ismerek férfit, aki gazdagabb lenne és bőkezűbben adakozna. Puhán odafutott hozzá mesztelen talpain. Apró és karcsú volt könnyű patyolat köntösében. Sűrű haján félre csúszott a főkötő. Ragyogott a szeme, és kitálta a karját. Gideon szorosan magához ölelte, és beszívta a csodálatos, meleg asszonyi illatát. Maga minden, amit valaha kívántam. Dadogta nehezen mozgó nyelven. Isten irgalmazzon nekem, csak akkor jöttem rá, mennyire szükségem van a szerelmére, mikor nekem adta. A szerelmem a magáé, Gideon, mindig is a magáé lesz. Suttogta a mellére hajtott fejjel herjett. Olyan jó hozzám, sugta a férfi, meg sem érdemlek ennyit. Gideon, ő a karjába kapta, és az ágyhoz vitte. Úgy tartotta a karjaiban, mint egy drága kincset. Vigyázva, gyengéden, és mérhetetlen hálával. Harriet pedig megnyitotta magát neki, mint mindig, úgy, ahogy a virág nyílik meg a napnak. Gideon megcsókolta, kotyogban itt ízeit, miközben kezével újra rajzolta testének édes éveit. Olyan puha volt, és olyan hívogató, és olyan érzéki. Lángra gyújtotta a férfi szenvedélyét. Gideon felnyögött, mikor Harriet végighúzta talpát az ő lábikráján. Gideon, Kell lesz nekem, mormolta. Megcsokolt a Harriet mellét. Az asszony éhesen simult hozzá. Amikor Gideon nem bírta tovább a gyönyörűséges megpróbáltatás, széttárt a Herriett lábát és befészkelte magát szombjainak bölcsőjébe. Herriett. Drága, szerető Herriettem. Ugyanazt az örömet érezte, mint mindig, amikor belehatolt. Az asszony köré zárult, magába szívta, egyé vált vele egy időtlen pillanatig. Harriet átkulcsolta lábával a férfi derekát, és a vállába mélyeztette körmeit. Hozzátapadt, maradéktalanul viszonozva a másik szenvedélyét, és remegni kezdett a kielégülés közelettétől. Gideon szorosan ölelte magához, míg el nem múlt az utolsó vágy borzongása. Aztán elárad benne hosszan, nagyon hosszan, és úgy érezte, hogy ennek soha sem lesz vége. Gideon valamivel hajnal előtt ébredt, és úgy találta, a világ rég volt ilyen derűs és ragyogó. Egy darabig mozdulatlanul feküdt, és élvezte a kinyilatkoztatást, amelyben éjszaka volt részbe. Szereti herjetet. Szeretni fogja, amíg él. Megfordult és élte mert nem bírta magában tartani a szavakat. Herriet nem volt sehol. 20. Harriet magasra emelte a lámpát, és alaposan szemügyre vette a barlangot. Nagy megkönnyebbülésére egyetlen jel sem utalta arra, hogy valaki vésőt és kalapácsot használt volna idelent. Ha voltak ős azokat biztosan zárta magába a szikla. Örömtől repesve fölakasztotta a lámpát, a falba ütött pecekre, és kinyitotta a szerszámos táskát. Pompás hangulatban volt ma reggel. Tudta, ez attól van, hogy olyan jól összecsiszolott a Gideonnal. Tegnap éjszaka közelebb érezte magához, mint valaha. A férfi szenvedélyét olyan érzés fűtötte, amely sokkal több volt, mint a kedvesség. Herriet nem tudta, hogy Gideon ráébredt erre, de ő boldogan zárt a szívébe a tudást. Ma reggel azzal a meggyőződéssel ébredt, hogy Gideon hamarosan újra megtanul szeretni. Ez a bizonyosság annyi örömmel és energiával töltött el, hogy rohant le dolgozni, mihelyt beállt az apály kezében vésővel, kalapáccsal odament, ahol a hatalmas hüllőfogat találta. Itt fogja kezdeni. Ha szerencséje van, itt kell lennie egy nagyobb ákapos darabnak. A kőre illesztette a vésőt, és óvatosan mósánként fejtette le a sziklát. Talán a kőhözütődő vas folyamatos csengése miatt nem hallotta, hogy valaki közeledik a barlanghoz vezető járatban. Vagy pedig annyira belemerült a munkájába, hogy ügyet sem vetett a csizmás lábak tompa dobogására de az is lehet, hogy túlságosan a saját birtokának tekintette a barlangokat. Bármi volt is az oka, elejtette a vésőt, és felsikoltott meglepetésében, amikor Clive Raston hangja zendült a barlang szájában. Gondoltam, hogy azonnal lejön a barlangba, mihelyt visszatért felső birültomba. Raston hideg elégedettséggel bólintott. Természetesen élküntem a levelet, és nem Mrs. Stone. A jó asszony ugyanis a nővérénél van látogatóban. Soha jobbkor, Jóságoség, de megijesztett, uram! Herjét megpörült, a véső a kőpadlóra hult. Tudtam, hogy ész rohan vissza, ha a drágalátos küvületei forognak veszélyben. Semmi sem fogható az igazi gyűjtő mohó lelkesedéséhez. Én is éreztem ezt valaha. Ekkor döbbent rá Herjét, hogy rástonnak pisztoly van a kezébe, és a pisztoly csöve őre szegeződik. Szorosabban markolta a kalapácsot. Raston tiszteletes, nem értem. Megőrült? Miért csinálja ezt? Nagyon sok mindenért, Lady St. Justin. A múltért, a jelenért és a jövőért. Ijesztő tűzéget Raston szemében. Úgy nézett rá, mintha azt méricskélni, a pokol melyik bújra illik inkább herjedhez. Már mint az én múltamért, a maga jelenért és az én jövőmért. Magának, kedvesem, nem lesz jövője. Tegye le azt a pisztolyt, uram, maga őrült. Bizonyos, hogy sokan ezt mondanák, de ők nem értik. Mit nem értenek? Herriet kényszerítette magát, hogy nyugodt legyen a hangja. Homályosan megérezte, hogy ez az egyetlen reménye, ha beszélteti Rastond. Maga sem tudta, mit kezdene az így nyert idővel, de talán történhet csoda. Nem értették, mennyi bajom volt, hogy kimódoljam, míg Szent Justin feleségül vegye egy gyönyörű deidrémet. Suttogta Taráston, dűtől sistergő mély hangján. Fel kellett áldoznom Hardcastle elsőszülött fiát. Jóságos Isten! Maga ölte meg Gideon bátyját? Olyan könnyű volt. Minden reggel ott lovagolt a szírtek mentén. Gyerekjáték volt egy téli reggelen egy pisztolylövéssel megijeszteni a lovát. Szeme hirtelen elködösödött, mintha valami más nézne. A ló megbokrosodott, de nem dobta le a lovasát. Én oda rohantam. Rendel láttam, mit akarok. Leugrott a lóról, de elkésett. Én már túl közel voltam. Herjét megszédült. Ugye maga lökte le a szikláról? Maga gyilkolta meg. Reston bólintott. Mondtam, hogy gyerekjáték volt. Hardcastle elsőszülött fiának már volt menyasszonya. Soha nem tanúsított semmiféle érdeklődést az én gyönyörű Deidrém iránt. De a gróf második fia már igen. Ő igen. Szent Justin attól fogva nem bírt ellenállni neki, hogy meglátta az első bájám. Tudtam, hogy kívánja. Hogy is ne kívánta volna? Az én lányom olyan bájos volt, de hát a lánya nem szerette őt. Raston alca eltorzult a haragtól. A kis bolond azt mondta, hogy látni se bírja. Én kényszerítettem, hogy nyújtsa a kezét Szent Azt jajgatta, hogy más szeret. Az ő szépséges angyalát, azt mondta. Bryce Morlandet. Én nem tudtam ki az, és nem is érdekelt. Mondta Raston megvető fintorral. Én csak annyit tudtam, hogy egy senki. És nős. Ráadásul egy kufárlányának a férje. Se rangja, se pénze. És maga azt akarta, hogy Deidre előkelő és gazdag embernek legyen a felesége? Hát persze. Ő volt az egyetlen ütőkártyám. Az egyetlen eszköz, amelyel visszaszerezhettem a nekem járó helyet. Belőlem is lehetett volna gazdag és hatalmas ember. De még gyerek voltam, amikor az a tékozló apám mindenét elkártyázta. Soha se bocsátom meg neki, hogy nyakára hallgott az én vagyonomnak. Így tehát kitalált egy másik módszert, hogy visszaszerezze a vagyont és a rangot, amit az apja elveszített. Reston tekintete elsötétült. Amikor Deidre csodálatos szépségé virult, rögtön láttam, hogy ő által a keríthetem horogra valamelyik nagy család sarját. Ha a házassággal bekerültem a felső körökbe, megnyílik az út előttem minden hatalomhoz és kívántsághoz, amelyet a pénz nyújtani tud. Végül is én leszek az após. De idrén keresztül megkaparinthatok mindent, amit akarok. A lányát próbálta felhasználni. Kötelessége volt nekem engedelmeskednie, mondta Bőszeraston. Túl szép volt, hogy olyan emberre pazarolja magát, aki semmit sem adhatott a családunknak. De én gyorsan észletérítettem. Megmondtam, hogy azt kapja meg, akit akar, csak egyszer menjen feleségül Szent Justinhez. De idre nem volt ostoba. Megértett engem. Azt mondta, hogy feleségül megy a sátánhoz is, ha ezzel megkaphatja az ő angyalát. Ó, Istenem! suttogta Herriett. De aztán rosszra fordult minden. Reston már üvöltött dühében. A kis bolond odadobta magát a szeretőjének, még mielőtt megesküdött volna Szent Justinnál, és megfogant. Fattyút fogant a szeretőjétől. Belátta, hogy gyorsan el kell csábítani a Szent Justint, mert csak akkor hitethetteti el vele, hogy ő a gyerekapja. De nem várt be a terve, igaz? Szent Justin tudta, hogy hiba van a Kréta körül. De idre bolond volt. Átkozott kis bolond. Minden tönkretett. Oda jött hozzám, és elmondta, mi történt. Azt mondta, ki fogja ókumlálni, hogyan szabaduljon meg a gyerektől. De én tudtam, hogy késő. Szent Justin már nem fogja elvenni. Ahhoz de ide túl sokat mondott el neki. Egyszerűen nem tudtam elhinni, hogy az én lányom ilyen ostoba lehetett. Összevesztünk. Harrietnek elállt a lélegzete a hirtelen megérzéstől, a dolgozó szobában? És maga ölte meg őt, ugye? Agyon és aztán megpróbált olyan látszatot kelteni, mintha ő végzett volna magával. Ezért nem volt búcsúlevél. De ígyre nem ölte meg magát. Meggyilkolták. A tulajdon apja gyilkolta meg. Baleset volt. Reston szeme kidagadt üregéből. Nem akartam megölni. Azt visítozta, hogy meg fog szökni a szeretőjével. Lekaptam a falról a pisztolyt. Csak meg akartam ijeszteni, de... Valami tévedés történt. Engedelmeskednie kellett volna az apjának. Magának bolondokházában a helye. Ó, nem, Lady Saint Justin, én nem vagyok őrült. Sőt, nagyon is épelmélyű vagyok, mosolygott Raston. És nagyon leleményes. Mit gondol, ki szervezte meg a rablóbandát, amely ezt a barlangot használta? Maga? Raston bólintott. Én töviről hegyire ismerem ezeket a barlangokat. Pénzt kellett szereznem. De idre meghalt, és már nem biztosíthattam a jövőmet azzal, hogy amint régen terveztem, feleségül adom egy pénzes ládához. Tehát más jövedelem forrás után nézett? Amikor törni kezdtem a fejem, rájöttem, hogy a londoni szaladunkban garmadával hever a kincs. És olyan könnyű volt elvenni. Először csak elcsentem, ami adódott, és gyorsan eladtam, mielőtt hiányolták volna de aztán felfedeztem a lehetőséget, hogy a lehet nagyobb haszonra szert tenni. Ez azonban időbe került, és helyiségre volt szükségem, ahol tárolhatom a kincseket. Ekkor jutott eszembe a barlang. Szent Justin azonban felszámolta a bandáját. Maga miatt, mondta Hidegáráston, Maga ugyanúgy romba döntötte a terveimet, mint ahogy Deidre romba döntötte a régieket. Maga lett a felesége annak az embernek, akinek az én deidrémet kellett volna nőül vennie. Maga mentette föl a büntetés alól, amelyre a társaság ítélte. Maga tett tönkre mindent. Fölemelte a pisztolyt. Herjed szája kiszáradt. Hátrált egy lépést, noha innen nem volt hová futni. Ha a reston első lövése nem talál, akkor talán odaérhet a barlang szájához, mielőtt támadója újra tölthetné a fegyvert, vagy elkaphatná őt de tudta, hogy nagyon kevés esélye van a menekülése. Azzal, hogy engem megöl, még nem fog elérni semmit, suttogta. Még egy lépést hátrált. Hallotta már, hogy a pisztoly, ha csak nem közvetlen közelre céloznak vele, elég megbízhatatlan fegyver. Minél távolabb kerül rástontól, mire az meghúzza a ravaszt, annál nagyobb az esélye, hogy az első lövés nem talál. Ellenkezőleg, morogta Raston, Nagyon sok mindent elérnék vele. Bosszút állnék magamért, az egy. Mivel pedig a férjét vádolnák a meggyilkolásával, bosszút állnék az én édes Deidrémért is. Maga ölte meg a lányát, nem Szent Ő miatta. Az ő bűne volt. Vicsorgott Reston. Az emberek sohasem fogják elhinni, hogy a férjem ölt meg, mondta Harriet. Szent sohasem bántana engem, és ezt mindenki tudja. Nem, asszonyom, nem tudják. Igaz, hogy most népszerű a társaságban, de ha magát holtan találják a barlangban, az emberek azt fogják hinni, hogy a Blacktorni fenevad visszatért a régi szokásaihoz. Hat évvel ezelőtt nagyon gyorsan ellene fordultak. Most sem lesz másként. Ez nem igaz. Raston vállat vont és magasabbra emelte a pisztolyt. Azt fogják mondani, hogy biztosan azt hitte maga felszarvazza. Melyik nőnek kerítene magának szeretőt, ha a Blacktorni fenevad forradásos pofáját kellene nézni minden éjszaka? Nem fenevad! Sohasem volt fenevad! Ne nevezze fenevadnak! Rastonhoz vágta a kalapácsot vagdühében. Az kitért a kalapács útjából, amely nagyot csattant a barlang sziklafalán. Gyorsan megfordult, célzott, újra megérintette a ravaszt. Ráston! A sziklafalak mennyörgésé fokozták Gideó hangját. Raston megpördült, és ugyanabban a pillanatban elsütötte a pisztolyt. Gideon azonban már visszaugrott a járatba, és idegrenes fedezéket talált a golyó elől a sziklafal mögött. Gideon! süvöltötte Heriet. A golyó a falnak csapódott, és lehántott egy darab sziklát a faláról. A törmelék jóformán lesehullott még a padlóra, amikor Gideon átvetette magát a barlang száján, és ledöntötte a lábálló rastond. Hangos puffanással értek földet, és végiggurultak a sziklán. Herriet iszonyodva látta, hogy Raston csapkodó kezem megtalálja, és felmarkolja a vésőt, amelyet ő elejtett. Megöllek, mint ahogy megöltöttem a bátyádat is. Neked az én deidrémet kellett volna feleségül venned. Minden tönkretettél! Üvöltötte őrjöngve, és Gideon szeme felé döfött a vésővel. Ő az utolsó percben kapta a szemelli a karját. A padóra feszítette Raston kezét, és addig csavarta a csuklóját, amíg el nem engedte a vésőt. Aztán feltérdelt, és lezúdította hatalmas öklét ellenfele állkapcsára. Raston elernyett, és eszméletét vesztette. Herriet egy pillanatig úgy érezte, hogy soha többé nem tud feltápászkodni a padlóról. Gideon! Oda rohant hozzá, és a nyakába ugrott. Istenem, Gideon! Ó, Istenem! A férfi kétségbesetten szorította magához. Jól vagy? Igen. Gideon, ő ölte meg! Ő el le Deidrét. Igen. És ő gyilkolta meg a bátyádat. Igen, legyen átkozott. És ő irányította a tolvajbandát. Szegény Mr. Humboldt, azonnal el kell intézni, hogy engedjék szabadon. Gondom lesz rá. Gideon, megmentetted az életemet. Fölemelte a fejét és ránézett. Férje olyan erősen szorította magához, hogy alig kapott lélegzetet, de nem bánta. Herjet, én még soha nem féltem annyira, mint néhány perce, amikor rájöttem, hogy Raston követett a barlangba. Soha, de soha többé ne szerez nekem ilyen meglepetést. Megértette, asszonyom? Igen, Gideon. A férfi két nagy tenyerébe fogta Herjet arcát. Homok színű szeme villogott a felindulástól. Mi az ördög bújt magába, hogy olyan korán felkelt? Beállt az apá, és én nem vértem aludni, mondta szelíden Herjet. Annyira szerettem volna már dolgozni. Fel kellett volna ébresztenie. Lejöttem volna magával. Az ég szerelmére Gideon. Évekig jártam egyedül a barlangokba, és soha nem történt semmi bajom. Soha többé nem teszi be ide a lábát egyedül. Világos? Ha én valamiért nem tudnám elkísérni magát, akkor hívjon egy inast, vagy valakit a birtokról. Soha többé nem fog itt egyedül dolgozni. Jól van, Gideon, mondta csillapítóan Heriet. Ha ettől jobban érzi magát, a férfi közelebb vonta magához. Beletelik még egy időben, mire egyáltalán jól érzem magam. Talán soha nem fogom kiheverni azt a látványt, amikor Raston pisztolyt fogott magára. Jóságos Isten herjett. Mihez kezdtem volna, ha elveszítem magát? Nem tudom, mondta Topán herjett, és a férfi mellé arcát. Hiányolt volna, Milord? Hiányoltam volna. Hiányoltam volna magát, ez egy töredékét sem fejezi ki annak, amit éreztem volna. A kutya minden segít, Az asszonynak megint sikerült felemelni a fejét. Repeső szívvel mosolygott Gideóra. Igazán, Milord? És akkor tekintete ráhullott a férfi válla fölött a barlangfalára. Uramisten, Gideon! Ez maga a csoda! Gideon, nézd! Gideon elengedte, és villámgyorsan megpördült, újabb támadásra számítva. Mi az, Herriett? Mi a baj? De hát nézd már, Gideon! Herjet a látványtól megbűvölten két lépést tett a sziklafal felé. ráston pisztolylövése lepatintott egy kődarabot, amely nagy tábla sziklát rántott magával. A lehulló törmelék mögött feltárult egy új réteg, és vele együtt a barlang új falába ágyazva óriási comcsontok, sípcsontok, csigolyák és egy különös koponya. Előkerült egy nagyon hosszú álkapocs egy darabja is, és herriet látni vélte benne egy ugyanolyan fogkörvonalát, mint amilyet korábban talált. Hát nézze már, Milord! herriet nem bírta levenni a szemét a kőbedermett teremtményről. Remögő áhítatot érzett, és a felfedező semmihez sem fogható örömét. Még sose láttam ilyet, és nem is olvastam róla. Hát nem csodálatos ez az óriási fenevad? Gideonból, aki mögötte állt, kirobbant a nevetés, és mennydörögve verődött vissza a sziklafalakról. Mi olyan mulatságos, Milord? Fordult felé meghökkenten Heriet. Maga természetesen. És talán jó magam is. Mosolygott le rák gyöngétségtől ragyogó szemmel. Szeretlek, Herriet. Ettől Herriet egyelőre elfelejtette a sziklába ágyazott fenevadat. Visszafutott Gideon karjaiba, és nagyon sokáig maradt ott. Lord és Lady Hardcastle ugyanazon a korai őszi napon érkezett látogatóba, amikor megjött a kövület és régiségkutató társaság közlönyének legutóbbi száma. Blackthorn kastély és környéke tevékenységtől pesget. Hardcastleék látogatásának örömére báterveztek a következő estére, amelyre több mérföldes körzetből meghívtak mindenkit. Gideon reggelizett, amikor megjött a posta. Éppen Toyes szedett magának a tálalónál, és derűsen mélázott arról, hogy hosszú idő után megint itt lett Blackthornban, amikor Owl bejött a leggeliző szobába. Herriet azonnal észrevette Owl tálcáján az újságot. Megjött a közlöny! Felpattant a székből, odarohant a komornyikhoz, és megkaparintotta az újságot. Gideon helytelenítőleg ráncolta a szemöldökét. Ne szaladgáljon, kedves! Már figyelmeztettem, hogy óvatosnak kell lennie mostanában. Herrietet nem lassította letúzottan az előre haladó terhesség. Még mindig olyan energikusan és lendületesen mozgott, hogy egy férfi kidőlt volna mellette. Gideon ettől függetlenül nem szerette volna, ha felesége éppen most hajszolja túl magát. Mostanában még a szokásosnál is jobban vigyázott rá. Herrietnek fogalma sem volt róla, hogyan kell viselkednie egy asszonynak az ő állapotában. Tegnap reggel is azon kapta Gideon, hogy egyedül akart lemenni a barlangba. Szokás szerint azzal mentegette magát, hogy a személyzet minden tagjának olyan sok a dolga. Gideon kénytelen volt komolyan megdorgálni. Már látta magát, amint egy életen át így brédikál neki. – Itt van! – kiáltotta Harriet, miközben visszahuppant a székébe, és fölcsapta a tartalomjegyzéket. – Lady Harriet St. Justin! – a felső bidültoni fenevad leírása. Izgatotta, ragyogó szemmel pillantott fel. Végre megjelent Gideon. Mostantól mindenki tudja, hogy a barlangi fenevad az enyém. Gratulálok, kedves, mosolygott Gideon. De úgy hiszem, ezt eddig is gyanította mindenki. Lady Hardcastle remosolygott Harrietre. Büszke vagyok, hogy van szerencsém ismerhetni egy ilyen pompás leletnek a felfedezőjét, kedvesem. Köszönöm, sugárzott Harriet. Alig várom, hogy Felicity és Effi megérkezzenek délután teára. Gyorsan végiglapozta a cikkét. Szerintem el se hitték, hogy valaha is láthatják nyomtatásban. Lemerem szögezni, hogy jó ideig ez lesz a fő téma a kövül között, mondta Hardcastle. Sokat vitatják majd, hogy egyáltalán létezhet-e ilyen óriási hüllő. Hadd vitatkozzanak, pillantott boldogan Harriet Gideora. Én akkor is tudom, hogy az én fenevadom nagyon értékes ritkaság. Gideon visszanézett rá az asztal túloldaláról, és a hosszú, sötét évekre gondolt, amikor ő is el volt temetve a saját barlangjában. Jóformán nem is létezett azokban a sivárnapokban, amikor még nem ismerte herjetet. Csak azóta képes örülni és bizakodni, amióta ő kiszabadította. Herjet nem csak az ősi fenevad csontjait fejtette ki a sziklafalából, hanem őt is felhozta a fényre. A fene vagyja szerelmem, semmi nem lenne maga nélkül, mondta szelíden. Még mindig oda lenne zárva a kőbe. Két hónap múlva Harriet egészséges fiút hozott a világra. Csak hamar látni lehetett, hogy a gyermek a homokszín szempár mellé örökölte Gideon termetét és erejét is. Ugyancsak rendkívül ismerősnek találta mindenki a lobbanékonyságra és önfejűségre utaló jeleket, amikor Gideon oda tette a sivalkodó újszülöttet anyja karjaiba, Harriet búsan elmosolyodott. Tartok tőle, Milord, hogy sikerült rászabadítanunk a világra az igazi Blacktorni fenevadat, mondta. Hallgassa csak, hogyan bömböl. Gideon nevetett. El sem hitte, hogy létezhet ilyen boldogság. Majd maga megszilédíti szerelmem. Maga remekül ért a fenevadakhoz. Vége